Megköszönés! Jó reggelt, Vietnám, üdv a csatornán! Képer jelentkezik a következő Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívásos videósorozat következő részével. Nagyon gyorsan mutatok nektek valamit, aztán pörgés lesz ezer lám. Annyit megcsináltam, hogy visszavettem a kettő utolsó épületet, és leraktam tökéletesen úgy, ahogy a többinek is kell lennie, vagyis ahogy többi is van, de más nem is csináltam, ugyanannyi pénzünk van, mint az előző rész végén, gyorsan kiírom az épületeket, itt száll el fölöttünk mindig ez a repülő, az mindig meglepődök, gyorsan kiírom az épületeket, minden egy ajtaját, azt megveszünk a tyúkokat bele, és akkor be tudjuk hordani ide is a búzát, és közben akkor köszönöm szépen a rengeteg kommentet, amit írtatok. Azért most már kezd enyhülni az őrület és a lincs hangulat, amit a Keeper ellen gyakorlatilag, nem is tudom, hogy mondjam, így kivetítettetek. Na, de nagyon gyorsan menjünk. Igen, és rendet fogok rakni, mondtátok, hogy nagyon kagyvasz van. Meg az az igazság, most, amikor veszem fel azt a részt, még nem olvastam el az összes kommentet, sőt, úgyhogy a következő részben valószínűleg tudok már válaszolni az összes kommentre, sőt, inkább csináljuk egy olyan gyerekek, hogy legyen egy komment reagáló csak Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívásos sorozatra, úgyhogy fog lenni egy, jó? Oké, srácok, aztán akkor konkrétan tudok válaszolni mindenféle felvetésre, jó? Tényleg lehetne egy ilyet. Igazából sorozat függő ilyen filózgatás, meg kommentreagáló, meg így beszéljük meg a dolgokat videórán. Azt szerintem jó lenne. Egyébként ma sorskártya van, várjátok, időt kell indítanom. Mindig elfelejtem, úristen. Igen, elindította az időt a Keeper. Kokost is vettünk, kokost még nem vettünk? Jó, veszünk egy kokost, jóváhagyás, megveszünk a másik cserkéket is megveszünk, igen, egyébként jó sokba kerül, de viszont így 26 ezerbe kerül, és nem 32 ezerbe, szóval nem is volt olyan hülyeség, hogy ezt a 400 darabot csináltuk először, fehér, mindig fehér csirkét, egyébként ebben nincsen semmi ilyen rasszizmus, meg ilyen tök PC vagyok, meg elfogadó, meg minden, szóval nem, nincsen abban semmilyen hátsó szándék, hogy én fehér csirkét veszek, hanem az van a legelső, de gondolom teljesen mindegy, hogy barnát, fehéret, vagy éppen feketét veszel. Ja, egy darab bizony fehéret kellene, meg egy csomó feketét, tudjátok. Gondolom vágjátok a mémet, de hát hogy ne vágnátok, hát már lejárt lemez, ja. Csapjuk neki, bocs, hogy itt ezzel elhúzom az időt, de muszáj, adjátok, ennél gyorsabban, nem tudom, nem akarom gameplay-en kívül csinálni, mert azt mondjátok, hogy csalok, de nem. Nagyon félek mindig, hogy úgy beomlik a Windows-on, vagy elromlik a verelemezem, vagy valami ilyesmi történik, aztán elveszik a mentésem. Soha nem hinnétek el, hogy ibáze. Jó, akkor 401 és egy kakas. Oké, ja, gyerekek. 74 ezerünk maradt még, fogunk egy csomó mindent csinálni ebben a részben is, el sem tudjátok képzelni, hogy miket még. Minden egyik combine fullon van, ugye? Minden egyik combine fullon van, akkor ki kellene menni a zifával. Oké, okay, azt össze kellene kapni az összestől a cuccot. Ja, írtátok, hogy ez a szénapadlás, ez nem nagyon sokat fog nekem javítani a helyzetemet, úgyhogy lehet, hogy még egy darab. Várj, még egy szénapadlás kellene nekem. Egyáltalán azt sem tudom, hogy kell belerakni a dolgokat, szóval ez nem lesz egyszerű. Egyébként, hogyha megvagyunk az aratással, igen, össze kellene szednem a szalmát is, meg egy csomó mindent kellene, meg kellene. Figyelj, mindenképpen szeretnék hozni a tyúkoknak, hogy is hívják ott? Tudjátok szerintem, hogy mire gondolok. Hoppá, ja, ez végzett is, Dick. Ez végzett is, mert itt ugye kiért. Na várj. Futás van testvérem, futás az... Na. Egyébként annyira bele vagyok pörögve, azért is nem tudom nézni néha a kommenteket, mármint úgy napra készen, hanem egy résszel később. Mert be vagyok pörögve, aztán nem bírom ki... Egyébként ez tök jó, ez nagyon jó eltaláltuk. Mindjárt odébb rakom egyébként, lehúzom ezt a célét ugye, és akkor elindítom odébb. Aztán akkor meg lesz az aratás, hozunk raklapokat. Mert ugye, hogyha véletlen időpörgetés lesz, akkor ugye a tyúkok azok már raklapa, megnézzük ezeket az új raklapokat, amikor ugye 350-be kerülnek, de viszont ugye visszaválthatók, azok szerintem jók lesznek. Egyébként egy dolgot lehet, hogy hibáztam, hogy nem a
hosszabb pótkocsit vettem meg a izé után, a krasz után, úgyhogy azt még lehet, hogy az még módosulni fog, ez viszont akkor annyit csinálok, hogy elindítom. Kapásból be is kell vinnem a szem... azt a betje, oda néz, hogy megcsúszott. Egyébként annyira bírom ezt a Real módot, ezt csomóan írtátok, hogy kapcsoljam ki, mert nehezíti a játékot, meg hogy már később, már milyen mekkora gépek kellenek, hogy túl kell méreteznem a gépeket, hogy ugye jól működjön, mármint a gép, mert ugye a Real mód az azért levesz belőle, hogy csúsznak a járművek, meg ellássák magukat. Viszont szerintem van egy olyan, hogy mondjam, van egy olyan élvezeti értéke, amit viszont nem szívesen adnék fel azért, hogy könnyebb legyen a játék. Mert hát igazából a Skipper azt tudjátok, hogy szeret szívni a játékokkal leginkább. Na, ezt a követ majd el kell tüntetnünk. Még nem tudom, hogy mit írtatok pontosan rá, hogy milyen, mennyi pénzt kell lemondnom, remélem, hogy sokat nem írtok. Egyébként tök jó fut a játék, nem érzékelem azt, hogy bármennyire is rosszabb lenne. Vissza kellene váltanom a izére. Nem erre, bazze. Hol vagyok? Hol? Ja, itt van az ifa. Kicsit belekeveredtem. Jaj, be kellene vinnem, beviszom a tyúkoknak. Itt is jó lenne egy bejárat egyébként, figyelj, egy ilyen fölkapatos bejárat, csak nem, mondjuk itt nem jó, mert ugye itt az adatás meg mindent így befolyásolja, ez jó, hogy így itt csináltam meg ezt az egészet, ilyen, igen. Nem is tudom, valaki írta, hogy a, nem is tudom, milyen iszaptározóra emlékeztet az egész így oldalról. Jó, csináljuk, beordjuk a maradék szemet, elfogjuk a krasszal is ide vinni, és el fogjuk innen vinni. Egyébként valamilyen szinte egy kicsit kellene rendet rakni már, mert ugye azért már oda nézzetek, milyen jól néznek ki itt a dolgok. Annyira jó egyébként, annyira sikerült ráéreznem szerintem erre a telepre, meg tök jó lesz, meg ugye másik oldalt marhák, de jó lesz. Egyébként azért kezdtem ezen az oldalon a csirkéket, mert írtátok, jobban mondom, egy ember írta, akinek sajnálom, de nem jut eszembe a neve, hogy jó lenne volna inkább a másik oldalra, ide meg a marhák. De ugye igazából távolság nagyon nincsen a filó, meg a, egyébként a helikopter az esélyesen eladom. Nagyon sokan írtátok, hogy jó, meg tetszett néhány embernek, nagyon sokan írtátok, hogy nem jó, nem tetszik nektek, emiatt esélyes, hogy el fogom adni egyébként. A sorskártyákat kellene megreformálni, nem tudom, kellene valami olyan platform, ahova tudnátok írni különböző jófajta sorskártyákat, és azokat így szépen berakosgatnám, vagy pedig módosítani kellene mostaniakat, mert tényleg kezd súlytalan lenni. Ebben át is ülök, amíg leürít. Oh, yeah. Aztán már nyomok is neki egy H-betű, addig elindítjuk a motort. Mert ugye el vannak állva a motorok. Oké, mehetsz barátom. Jó. Mi beleülünk az ifába. Leürítjük a másikat is, az meg... Ezek bőven végezni fognak elég gyorsan. Szalmát össze kellene kapnom, viszont most már nem kell olyan messze hordanom. Elég gyors lesz az is. Szóval eléggé hatékonyan vagyunk. Ferika, velem jól jegyezte meg, hogy nagyon felpörögtek az események. De egyébként tényleg ilyen már, mint így azért most már így azért eléggé hatékonyak vagyunk. És most már ugye olyan extrém dolgokra nagyon nem fogunk költeni, hanem most már tényleg a gazdaság fejlődése lesz, mivel ugye most már nem fogjuk eltüntetni nem fogunk még egy telepre költözni, nem kell ott olyan nagyon építkezni, hanem egyelőre most ezt a telepet kellene felhúzni, itt meg kellene csinálni az állattartást komolyabban. Én tiszt csirke ólig nem fogok megállni. Úgyhogy az lesz, gyerekek, arra készüljetek. És utána csináljuk a különböző más állattartást. A csirke az tök jó, keveset fogyaszt, úgymond, kevés dolgok kell vele csinálni, és ráadásul azért eléggé sok pénzt tudsz vele keresni. Ugye 500-as egy csirke, úgyhogy 5000 csirke tök jó elfér nekem. Igen, siló is kell. Azért nem akartam silót venni az ezelőtti részben, mert meg azért csomó mindent nem akartam, látod, hogy azért eléggé jól fogy a pénzük, és igazából most annyira nem lesz bevételünk azon kívül, hogy a tojásokat el tudjuk adni. Mert tényleg nem lesz bevételünk. Hát is ülök a crossbosztán, akkor ezt megint indítás, bár ugye nem olyan túl sok. Viszont erre kíváncsi leszek, ez a crossbosz, hogy fog működni itt. Egyébként itt valami itt lagol. Egyébként úgy emlékszem, hogy régebben is, amikor játszottam ezen a mapon, ezen a környéken már volt, de nem tudom, hogy mi.
Na tudod, mert elmegyek innen, azt akkor már nem is logol. Vagy a város közelséget teszi, ezt nem tudom egyébként. Fogalmam sincs. Nézzük, hogy hogy van, és a megabazom, ha megjön van 1%-on ma allor, beszarsz neki. És akkor ugye áthozzuk ide, valószínűleg azt a 6000 literes tartályt, azt a betyárt, mert igazából más nagyon nem fogok. Nem, máshova nem, nem kell nekem a búza most, ide egy silót majd fogok kialakítani, de egyelőre ne. Jó, egyelőre másra kell a pénz, egyelőre meg kellene venni az összes csirketelepet. A gépparkom az nem mondom, hogy annyira nagyon szuperfejlett, de egyelőre nem rossz, viszont mindenképpen a donokat le fogom megákra cserélni, jóval gyorsabb leszek az adatásban. A szalma összeszedéssel valamit lehetne csinálni, hogy valami gyorsabban működjön, de egyébként nem valószínű, hogy azt elő fogom bármikor is érni, hogy ennél gyorsabb lesz. Jó. Ugye kiürítem a kombájnokba, ami marad, az meg valószínűleg a silóba, amikor befele megyünk. A gépeket azokat ott akarok tárolni a túloldalon. Teljesen felesleges lenne nekem az, hogy mindjunk a csirkéknek megint, ugye? Mert oda is kell. Nagyon jó gyerekek. Itt, hogyha már ide kiérünk, akkor ugye érdemesebb itt fölmenni. Bassza, nem kapcsoltam be a járműveket. Jó, legalább nem idegesítenek egyelőre. Sikerült, jó van. Gyerekek, szerintem egyébként ez a telep, ez borzalmasan jó lesz. Jó, egyébként sivár, beton, kocka, tudom, de nem, de jobb lesz. Szerintem most már ti is kezditek így érezni, hogy mi az, amit ki akarok ebből hozni, és van egy olyan érzésem, hogy tényleg tetszeni fog. Jó, és még akkor az utolsót is tele kéne csettintenem. Ne hozzuk ide a pótot. Figyeljetek, amit itt fogok használni, azokat fogom csak megtartani itt. Tehát itt nem lesz ilyen nagy pagyfasz. Ne legyen az, hogy itt tényleg itt ilyen őrület van. A donokat leőrítjük. Nagyon jó. Egyébként szerintem a nyergesre átavanzsálódás is egy jó ötlet volt. Ő mivel próbálkozik? Egyébként várjál már, lehet, hogy majd én átrakom, mert szegények egyébként tudnak itt állni ezek kizényszívni, olyan retteltesen lassan fordulnak meg, hogy ez őrület. Mennyi barátom, Sándor, úgyni. Úgy ugrok be, hogy az a ide, az ifábra vicceljél vele. Na. Jó, van a másik is fordul, szóval addig ugye van idő. Meg, úristen, ez a ton, amilyen lassan nyitja a csövet. Egyébként a klassznak annyi hátránya van, hogy rettenetesen lassan ürít. Ez jóval gyorsabban ürít ki. Na tudod, ez már ki is ürített. Ennyi volt. Mert amikor a másik domhoz 88%-om, körülbelül még 2 darab csík van ő neki, meg igazából ő nekik is fejenként kb. Szóval mindjárt végzünk. Ha végzünk, akkor valószínűleg, hogy csinálunk egy olyat, hogy sorskártya dolog. Figyeljetek, hogyha földet bukunk bármikor is, egyébként milyen durva lenne, hogyha kihúznál 2 darab földet bukást, ugye az olyan részeknél, amikor dupla sorskártyát húzunk. Egyébként Nigruskaja írta, hogy csináljam azt, hogy 50-től fölfele dupla sorskártya, 100-tól fölfele. 3 sorskártya minden részben, csak nem tudom, ott már annyira tervezhetetlen lenne, mert lehet, hogy olyan hülyeségeket húzunk ki, hogy gyakorlatilag teljesen ellehetetleníti a munkát. Amit most kifogok olyat, hogy nem vehetek fel munkást, meg kifogok olyat, hogy nem dolgozhatok géppel, csak, vagy nem dolgozhatok én csak gépi munkással, akkor azért az lennének érdekes dolgok, nem? Érted, hogy mire gondolok. Úgyhogy vannak ilyen, meg mit tudom, kihúzol 3-szor olyat, vagy mit tudom, buksz, mit tudom, földet, azt akkor az összes földünket elbukjuk, meg ilyenek azért eléggé kellemetlen, kemény dolgok tudnak kisülni egy ilyenből. Meg baza, ez a cross, ez meg nem tudom, ez ki sem fogok tudni innen járni, lehet annyira ide, annyira tele lesz. De várjátok, lehet, hogy megnézzük ezt a cross, hogy mit csinál, mit csinál. És de viszont az, hogy így kinyílik az ajtó, meg becsukodik, ahogy beülsz, az azért nem rossz. Gyerekek, izé van már, halad, 50, megvan, 60 ezer, tele vagyunk gyerekek. Na mert erre kíváncsi vagyok, ezzel megpróbálok elindulni.
Csak akkor az ifám odébb járok egy picit. Meg igen, össze kellene szedni a szalmát és gyerekek, úgyhogy egy csomó dolgom van a képernek. Én félreállok ide valahova, nem tudom, mit csinálnak a izék? Ó, összeakadtak a izék, kettő kombájnom. Azok itt belekeveredtek a dolgokba. Mindig összekeveredett a földeket. Na, öcsém, azért sikerült ezt megoldani, mi? Valahogy összetolott a kettő kombány, lol. Ilyen szerencséje is csak a keepernek lehet, hogy pont úgy fordulnak, hogy érted, így összetolhatnak. Nem, hogy véletlenül így elevickéljenek egymás mellett. Figyeljetek, mindjárt egy ilyen sebességmérést csinálunk. Mind a kettőt egyszerre indítom el. No, várjál? Nem tökölök, inkább menjenek gyorsan. Úgyis a izé klassza szerintem be fogja hozni még így is. Ez még mit csinált? Ez el is ásta magát? Ez el is ásta magát, hallod? Addig rúgott, amíg elásta magát. Na figyelj, ez is meg pont nem fogja tudni lehúzni, hát nem baj, a fél végében megint összeakadnak. Előzd meg, mennyi barátom, csapjad neki. De közben a crossra ráváltunk, azt megpróbálunk, nem 250 kárra, hanem a crossra. Kiárni, ne, hát előre nem nagyon fog menni, hát egyelőre elindultunk. Ha megpróbáljuk egy földre felmenést, mégis hogy mi fog történni? Nagyon nem merek. Egyébként ezért is akartam... látjátok, mi ez? Nyerges, már látod, hogy milyen prón lehet vele tovatni. Nagyon jól irányíthatóak. Na. Jó. Nem mondom, mi történt. Mi, beálltunk oda hátul? Beakadt? Várjál akkor. Kicsit odébb járok, lehet, hogy beakadt a seggel. 60 ezer liter gyerekek, 60 tonna. Ez vágott, hogy 60 tonna. Hát ő nagyságrendileg kb. Jó. Nem tudom, a földre rá merjek-e menni. Egyébként jó, a fordulókör ennek a crossnak egyébként elég epik. Figyeljetek a izai kettő kombány. Na, olyan arról, nem? Végül sose próbáljuk kiválasztani ezt Krasz mi? Gondoljátok magatok, mert itt a képedik teltök a részé. Jó, itt is vagyok, lehet, hogy meg is állítom. Mindenképp ezt a krasznak ki akarom próbálni, csak mindig odébb álltok egy kicsit. Rá akarok menni a földre, meg akarom nézni, hogy ez mennyire erős. Hogy a földön így elboldogul-e. Há, gyerekek! Aha. Hát ilyen 10-zel. 9-zel. Jó, hát nem igazán, nem arra való. Nagyon nem arra való. De nem kevés súly van mögöttük. Gyerekek, nézzetek milyen. De egyébként nagyon epik. Nagyon jó. Imádom. Jó, én 9-el elhúzza, szóval így el tudsz rajta vickélni, éppen nem süllyedsz el. Viszont azért nem ajánlom a légierőt. Nem ajánlom, hogy ezzel így közlekedj. Közúton valószínű azért elég jól dinamikusan közlekedik. Figyeljetek, 60 ezer liter búzáért alsó hangon kapnánk egy olyan 80 ezer pénzt, hogyha eladnánk. De ugye nagyon nem az a cél. Úgyhogy, hát nem tudom egyébként azon a rampán föl fog-e menni. Hallod? Lehet, hogy azon a rampán nem fogunk felvenni. 60 ezer, 60... Egy ilyen nagyobb ráfordulást megpróbálok. Aztán egy kicsit lendületbe maradni. Kilenc... Öcsém! Azért... Ez nem lendületbe jött, akkor lehet nem kell volna feljönni ide. Jó gyerekek, akkor ide ezzel félre is rakom ezt ide. Nem tudom, hogy ezt bele tudnám-e önteni. Figyeljetek, azt kellene csinálnom. Figyelj, meg kéne próbálnom, hogy ebből tudok-e üríteni. Mármint csak egy próbát csinálni, hogy ide jövök, hogy elférek-e. Nem valószínű, hogy ebből tudom üríteni, ugye? Ölteni. Az jó lett volna egyébként. Viszont akkor mindenképp kell siló. Nem fogom tudni átrakni ebből. Nem, ebből nem tudok üríteni oda. Ja, akkor kell mindenképp egy siló. Mert különben nem tudod átrakni.
Ugye ez egy ilyen alul egy ilyen tölcséres jelleggel ürít. Félreállunk vele. És később majd csinálunk sílót. De egyelőre, most ennek az ötnek elég. Ugye most egyelőre úgyis se tudunk többet venni. Ezt ide betrakom. Ugye gyakorlatilag meghoztuk a csirkéknek a takarmányt. Meg annyit akartam még mondani, hogy kicsit rendbe rakjuk a dolgokat. Lehet, hogy egy helikoptert eladom, és a helipedet meg fogjuk szüntetni, mert lehet, hogy nem kellene. Annyit kellene még csinálnom, nem tudom, hogy 100%-ig buzán vagyunk valamivel. Nézzük már meg, hogy mi a szitu. Gyerekek, szerintem minden oké. Okay. Ja, az volt 100%-ig buzán. Jó. Ez 100%, vagy 99%-on van, ez 100%-on van. Őt le is lövöm. A klassz meg nem 100%-on van, úgyhogy jó. Egyelőre, és bocsánatot kérek mindenkitől, de el kell mennem, nem kérek bocsánatot a gyerekek. El kell mennem tojásért, raklapért, de lehet, hogy el fogom adni ezt a pótot, és megveszem az egyen nagyobbat. Már csak azért, mert erre nem is tudom, 10 darab raklap fér, ami nekem nagyon kevésnek tűnik, nekem az elég olyan, elég gyengusz. És akkor meg kell próbálni, nem tudom, hogy azzal a hamsterrel be tudom rakni oda. Ja, ezt a pótkocsit lehet, hogy eladjuk, aztán veszünk egy nagyobbat, ne tiszta. Mert 10 raklap tojása, hogy meg kikehetjük a hajunkra 5 darab helyen. Ja, azt csináljuk, gyerekek. Menjünk egy belső nézet, ezt nagyon élem egyébként ezzel a belsőt. Ez gyönyörű egyébként. Ez a cross, eddig szerintem az egyik legszebb modell. Fogadjuk minden rusz kifestette izéjét. A középső izéjét kormányon azt a vörös csillagot pirosra. Közben megjött valami üzi. Oké, gyerekek, most annyira nem kell kapkodnunk, meg kell csinálni a dolgokat. Meg lehet, hogy meg kéne nézni, hogy mi az, ami nekünk nem kell, el kellene adni. Egyébként olyan jó, hogy nincs forgalom, még így is neki megyek a szalagkorlátnak. De egyébként azért, mert olyan lettető lassan szeri vissza, hogy az őrület. Az mi az a hőfokjelző, ott mindig kigyullad, látjátok? Hogy mi az? Váltás? Hogy mi? Nem tudom, mi az ott. Egy hőfok? Ott bal oldalt föl kigyullad egy lámpa, beszarok még ilyet, nem is láttam. És az index visszajelző is működik. Tök jó, nagyon jó, vagy csinálva. Van egy töltés visszajelző, a hőfok az kigyullad néha. Nagyon ott van ez a cross, ez nagyon ott van. Aha, ezt akartam. Gondoltam egyébként azon a táblán föl fogunk akadni. Marha nagy ívbe kell fordulni, csak az a gond, hogy ha megveszem még ennél nagyobb pótot, akkor még ennél nagyobb ívbe kell fordulnom, úgyhogy egy kicsit olyan... A fordulóköre ennek a crossnak nézzétek, hát a kerékszög az nem nagyon, nem egy jó hatalmas, figyelj, ennyire. Nem tudom, 10 fokos kitéríthetősége van talán a keréknek, de ez nekem kevés lesz ez a pót. Úgyhogy mindenképpen tudom, pénzt veszítünk, hát figyeljetek, ezt hozzá kell szokni, hogy pénzt veszítesz, amikor eladás. Jó, nem tudom, mennyibe kerül a másik, gondolom, nem egy jó horribilis ára, van, remélem, hogy tudom venni. Jó lett volna előre megnézni, ugye. Egyébként ez a bálázó technológiában van, ugyanilyenből elvileg van nekünk. Egyébként van több is, van egy ilyen flat, az a baj, hogy az ilyen marha hosszú. Van 20 méteresünk, 10 méteresünk is, 15, semmiképp nem akarom megvenni a 20 méterest. A 20 méteres az baromi hosszú, gyerekek. Ugye Magyarországon azt hiszem, hogy ilyen 15-16 méteresek szoktak menni a nyergesek után. Jó. Vásárlás. 32 000-be került, muszáj megvenni, gyerekek, nem tökölünk. Nem tudom, hogy hány raklapot tud, viszont kellene venni ugye raklapot is. Ó, ez szerintem tökéletes, nézzen már meg, ugye? Ja, meg ezt a pótkocsit, ezt el kellene adnom, mert ez egyáltalán nem kell. Mondjuk azt eladhatom izébe is. Nem tudom, hogy melyiket fogom eladni, úgyhogy behúzom, srácok, bocs, hogy azzal itt húzom az időt. Ennek a crossnak egyenül az a baja, hogy borzalmasan ellen irányít vagyok. Vagy egy hátsó csatoló. Megvan, ezt eladom, ne is legyen a mapon, csak azért, meg fölöslegesen minek gyerekek. Teljesen felesleges ez a pót. Úgy van, oké. Okay. Bocs, hogy külső nézetben nézem, hogy játszok, mert alatt 200-at kaptunk érte. Azért az pénz a jó állapot. De micsoda ide, micsoda gyerek. Kinyílik az ajtó, becsapja, nagyon van. Imádom, komolyan mondom, nagyon jó. Na gyerekek, akkor erre kellene majd fölrakni a raklapokat.
Lehet, hogy elég húzom, hogy akkor ide sorba szépen le tudja rakni. Mi meg majd ráfordulunk. Hoppá, egy kicsit előbbre van, nem? Az a ideje. Egyébként ezt le lehet nyitni az ajtókat, csomó mindent lehet csinálni, figyelj, akarod lerak, lenyitod, így érted, így akarsz pakolni, szóval... Aha, ja, csak így nem jó, mert ugye kerekekre rányitottam, lol. Na, kicsit odébb megyek, hogy tudja lerakni szépen. Egyébként szerintem ez az optimális méretű taut. Az a 20 méteres az már eléggé brutális. Jó gyerekek, akkor kellene raklapot venni, és ugye... raklap, hát nem, ugye most meg már újra vásárolható raklapot fogunk venni, és minél nagyobb kapacitású 9600-asat én arra gondoltam. Tudom, hogy 305-be kerül, ebből kellene venni 9600-asból szerintem, mennyinek kellene lenni egy ilyen háromnak, és az jó, mert ugye nem fog eltűnni, hogy egymásba öntözgetem, jó, hogy az jó lesz nekünk. Kellene nekem ebből szerintem egy négyet kellene venni ólanként, 5x4 az 20, ugye? 5 darab van még. Akkor 20 darabot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Nem is biztos, hogy el tudok 20-at vinni, de mondjuk meglátjuk. Ugye akkor még nem írja, hogy mennyi az annyi. Azt hiszem az U betűvel tudok ugye bekapcsolni, hogy fölszedje. Remélem, hogy ezt a fajta raklapot is szépen föl fogja pakolni. Aha, nagyon jó. 30 helyes, ez már 30 helyes, az előbbi az ugye 10 helyes volt, akkor ez mindenképpen, ez két sorba fogja pakolni. Na ugye, annyi nem félne, 15 fél el egy sorba, ó, de jó, oda nézzük. Na, azért ez szerintem egy kajak jó cucc. Imádom, oda nézzük, de jó, de jó, 30 helyes. Ugye ezzel tök jó, mert a műtrágyát, mindenfélét rohadt könnyen tudom hordani. Ugye ez annyi, hogy idős porolok, nem nekem kell felraknom kézzel, szóval most ez nem egy olyan horribaze. Ezek a táblák, ezek elég ilyen sakmat helyzetben vannak, az egyik az pont előtted van, de oj, de gyönyörű, gyerekek. Na vigyük le, berakjuk a raklapokat, ez jó, mert ebben látod is, hogy mennyi tojás van, imádom, nagyon köszönöm szépen, még egyszer. Nem is, nem győzöm írni egyébként, hogy köszönök mindent. Tök jó, mert így gyakorlatilag ahányan nézitek, hát egy ilyen 5000 ember így összerakja a tudását, akik írnak ugye, hogy a farming szimulátorba, és plusz még én, aki megvalósítja. Szóval egy ilyen 5000 ember tudása így egyesül abba a sorozatba, amit éppen most viszünk. Ez tök jó, de nagyon élem. Jó, hát mindenen keresztül, mint az őrültek, de egyébként, ja. Jó, ez egyébként jól van konfigurálva ez a cross, mert azért szépen meg is fogja, meg... aszfalton meg egész jól megy. Ja, ebben egyébként a nagyobb motort tudod venni. De egyelőre nem veszik. Figyeljetek, az a lényeg, hogy ezt akkor lerakom. Szépen okosba az egészet, azt szétszopírozom. Mindenki próbáljuk, hogy is van ez. Valahogy, így a Simpson környékén raktam el ott a közepe. Pont, az a Simpson kívül, aki valaki álljon már onnan bajza. Túljál onnan. Egy-egy. Na. Megállítom. Ne fogjon belőle a Diesel. Diesel Simpson! Ez áll az üzét úti gyerekek. Diesel Simpson. És akkor, várja, hogy kell? Mert bocs, hogy először még itten tökölök vele. Ilyen ki kell kapcsolnom ezt a módot, és a B-vel kell, és a Z-vel, ugye? Úgy, és akkor leraktad. Tök jó, és beállok ezzel a póttal a másik pót mellé. És akkor gyakorlatilag mindig tudom, ugye ezért jó, hogy ez a kettő pót, ez gyakorlatilag mondhatni itt is maradhatna, hogyha... Ja nem jó, az a pót az nem jó, mert ugye nem tudom berakni vele az árut. Gyerekek, a csukok, mennek a csukok. Ja, ezt a pótot ide rakom mellé szépen okosba, és akkor azt használom, amelyiket éppen kedvem tartja. Még nagyon jó. Berakjuk a raklapokat gyorsan, hogy ugye, hogyha termelődik a tojás, akkor ne legyen problém belőle.
Első nézetben váltunk azért ilyenkor. Úgy. De bocs, gyerekek, de ez most az ilyen. Sőt, lehet, hogy nem rakom be az összes lapot, hanem ebben a részben akkor talán úgyse a szűrőpörget is rakunk be egyet, jó? És ez ilyen, jaj, de jó, hogy újra használható raklap. Egyébként, hogyha leraktam volna így a közelébe, akkor nem lett volna ez a hülyeségem, hogy nem is kellene berakni. Ott a tojás, nézzek, és kíváncsi vagyok, hogy belerakom, akkor bele is kerül. Nem nagyon látom benne. Egy liter. Ja, egy liter. Aha. Mondom, hogy megtelik kb. Ja, ilyen izé, ilyen arányaiba fogja mutatni. De ez úristen, de jó az a klapcic. Cucc. Egy liter tojás. Ugye nem pörgettünk semennyi időt, mert ugye nem kell most egyelőre. Hát remélem, hogy nem lesz az egyébként, hogy így eltűnik, tudod, mint a másik, de szerintem nem. De egyébként ezek a rácsos raklapok, ezek nagyon jók. Tényleg imádlak meheteket. Komolyan, nagyon jó. Gyerekek, megvalósítunk egy olyan projektet, ami nem tudom, hogy egyáltalán még megcsinálta bárki ebbe a farming szimulátorba, hogy ilyen mindenféle ilyen izé, ilyen trükközés nélkül, meg ilyen csalás nélkül, meg pénzcsit nélkül, meg minden nélkül elérjen egy ekkora fejlettségi szintet, hogy kiakasztjuk gyakorlatilag ebben. Már vittem az utolsóba viszük, lehet, hogy felszeressem, aztán lerakjuk egy helyre. Nem, majd bepakolom, mit tudom, egy gameplayen kívül egyébként. Nem tudom egyébként, hogyha nem, valószínűleg nem szedné föl kéz, ki kell rakni majd az ajtóba, és akkor felszedi szépen, szóval nem lesz belőle gond. Lehet, hogy felszedetem, azt lerakom ide valami közepes, középső helyre. Aztán akkor ide tudok ahhozzal... Ja, felszedetem, aztán lerakom középre, aztán akkor majd szép, jó helyen is lesz ott, nem? Egyelőre. Nem tudtam, hogy mi ez a villogás, aztán az, hogyha tolatásba kapcsolsz, akkor ez ilyen. Ja, itt meg zúg ez a daráló, mint az őrült. Vagy az a keverő. Ebben a részben valószínűleg nem fogunk még egy... Várjátok, És akkor így elmész, mert te okosba azt felszeli. Á, nagyon jó. És akkor megyünk egy karit, egy karikát. Ezt ide lerakjuk szépen, figyelj. Ki kell kapcsolni az út, ugye? És akkor azt kell csinálni, hogy ide bőven rakhatom, nem? Teljesen jó helyen lenne. Ki kell kapcsolni a root, az út, és akkor B. És akkor Z. Jó, hát a szűvje kezelést, ezt így tök jó elsajátítod, aztán nincsen meleg, gond is, srácok, úgyhogy nagyon kajak. Halljátok? Ne kelljen tolatgatnom, ne megyünk erre. Hó, te fiú! Ez egy kicsit alacsony volt. Gyerekek, itt azért ez a... Vannak itt ilyen fönforgások. Ja, ne kelljen tolatgatnom, gondoltam, így elmegyek, itt befordulok, azt ott leakasztom a pótot. Igen, a fordulókörrel meg a kormányszöge ennek azért egy kicsit olyan nem a legerősebb. Oké, gyerekek. Ezt most egyelőre itt hagyom, nincs rá szükségünk, jó? Oké. A Simpsont, ezeket akkor össze is pakoljuk, meg ugye mindjárt dolgozunk természetesen. A Simpson az legyen mondjuk a bejáratnál, akkor tudom mindig, hogy hol van. Mondjuk a bejáratnál, itt jó, itt lesz a Simpsonunk. Oké. A helit szerintem eladom egyébként, csak az a baj, mennyi, nem sok van benne, úgyhogy nincsen semmi gond, de a heli az lehet, hogy el fog menni háztól. Most meghagyom egyelőre, nem? Meg kellene próbálnunk, figyeljetek, az ifa, ugye? Ennek semmi keresni valója nincs, mert ez az állattartáshoz tartozik, meg nem hiszem, hogy bármennyire is szükségünk van az állattartáshoz benzinre, meg ilyen hasonló dolgokra, bár az ifa, na figyeljetek, majd ezt még megoldjuk, még átgondolja a keeper. Ugye az a baj, az ifa nem autólodos, nekünk meg van autólodos, csodálatos pótunk. De lehet, hogy azt egy kicsit átgondolom, lehet, hogy az ifa az marad ilyen. Azért ott azért nem kell olyan sokat autólodozni, meg nem föl tudom kézzel pakolni. Ne az legyen, hogy mit tudom, egy nyerges szerelvényt kelljen húzkodnom mindig a földszélre, hanem az ifával azért tök jó, meg ki tudom hamar érni. Úgyhogy ez lehet, hogy így marad. És csukhatom az ajtót akár. Csukjuk fel, mert csúnya. Gyerekek, itt kivágtatok mindig. Jó. Az ifa, el kell, hogy menjek mindenképpen, nem kell, hogy elmenjek, mert ugye van a pótkocsin, van egy pótkocsin nyitzucum. És szerintem, hogy elég is lesz a következő.
vetésre, el kellene kezdeni a vetést, közben rendbe kellene rakni a dolgokat. Ugye nem kellene elkezdeni a vetést, hanem az kellene, hogy össze kellene szedni a szalmát. De a szalmát azt mindenképpen össze kell szednem, addig nem is tudok semmit csinálni. Jó, egyelőre akkor itt marad ő. Sőt, ezt a portkocsit ezt föl is lehetne rá csatlakoztatni, ezt akkor így már mindjárt hatékonyabb munka végzésre lehetne bírni, ugye? Látjátok? Akkor meg vagyunk. Pifa, megvan. Oké. Össze kellene szedni a, mindenképpen a szalmát. Itt van minden gépünk. Rába is minden egyik. Úgyhogy ő lesz az. Egyébként a telepre, az állattartó telepre mindenképpen kell vennem majd egy gépet. De nagyon-nagyon gondolkozok rajt, hogy ugye mit kell igazából csinálni annak a gépnek, ami az állattartó telepen van. Vinni cuccot, ugye? Vinni cuccot. Én az állattartó telepre legszívesebben, ugye, mibe gondolkodna az ember? Monitú, teleszkópos targonca, ugye? Nem ez. Hol van a teleszkópos targoncák? Teleszkópos targoncák, ugye? Ember gondolkozna az ember így alapban, nem? Nem abban gondolkozna, de abban gondolkozna. De viszont, ugye, én nagyon szívesen raknék kerekes rakodót is. 100-szer fel 5000-be került, csodálatos. Egyébként ennek mekkora a kanala? Teleszkópos targonca, ennek van valami külön? Kerekes rakodó, itt van. Ennek a kanala 3000 liter, ez a legnagyobb. Van nekem itt egy csodálatos bányagépem, mindjárt meg is nézzük, amelyik 10.000 literes kanállal rendelkezik, amivel elég jól tudnák csirkétethetni meg mindent. Egyébként arra lehet, hogy be fogunk gyűjteni, jó drága, az is, ugye, mit tudom én, 130.000, de azzal úgy mindent úgy tudnék csinálni, én úgy érzem. Abban azt hiszem, hogy lehet silóból engedni például a kanálba árut, azzal tudok akármit pakolni, ha akarok. Tudom én. Nem tudom, 3 pontos az valószínű nincs rajta, viszont 3 pontos csatolóval kellene rendelkezni egy gépnek ott, mivel ugye be kellene valahogy fuhatnom a szalmát. Bár nem tudom, ezeknél a modolt marha istálóknál ez hogy működik, de majd meg fogjuk nézni. Oké. Okay. Ide is kell egyébként csinálnom, vagy hoznom egy javító eszközt. Na, és ezt hogy tudom berakni a szalma padlásra? Na, arra is kíváncsi leszünk. Oda nézzetek, mekkora ide olajszűrőnk van a turisten, a sárgállik. Kezd koszosodni a gép. Sőt, ez nem kezd koszosodni, ez kopott. Ez ilyen rozsdás lett turisten, vagy koszos csak? Csak jól néz ki, imádom. Na, akkor próbáljuk meg, hogy kell egyébként ezt bejuttatnom oda. Hm? Elvileg itt ide kell állnom vele, ugye? Ugye? Jó, közel állunk, megnézzük a billentési oldal. Az most jobb bal oldal, nézzük jobb oldal, igen, és be is tudom rakni. Tök jó, nézzük meg, hogy ez változik, egy látszik-e benne. Látszik benne? Ez abszolút nem is látszik, ez nem látszik, ez csak ilyen. Egyébként ide tök jó, hogy be tudsz tárolni. Ez tök jó. Ez tetszik, jó. És akkor ott meg ki tudod venni. Na jó, ez tökéletes, gyerekek. Silóra írja? Nem azt mondja, hogy írja, ugye? Szóval ma azt mondja, hogy 38.000 ben van, látod? Tök jó. 38.000, ami nem olyan túl sok. Oké, tehát akkor ezt itt tudjuk mit csinálni. F1-et kikapcsoljuk. Össze kellene szedni a szalmát. Egyébként most kezd így rend lenni, én úgy érzem, ugye a krasz az ott maradhat, semmi gond, a csirkék azok tudnak tojni, be van nekik tervelve, ugye akkor, ja, mi a franc? 0 liter? Nincs, ja, mert még izajét, még nem hordtam be, mit akarok még szalmázni, hát hülye vagy képer, hát még az izajét, még az ifa-bifa, meg van dolga, bazz, hát ne viccelj. Meg hát itt még van, amit itt oratni is. Jó, hát meg ugye az utolsó csirke, ahol már nincsen még kaja. Gyerekek, hát vannak itt önfölforgások. Úristen, sorskártya, bazze! Elfelejtettem, bocs. Sorskártya, jó, gyerekek, megizeljétek, megöltök. Izeljük, összekeverjük.
Ünnepnap van, nincs írva semmi, sem bolt, sem pedig árvevőhely. Oké, okay, akkor innentől nem veszünk ma semmit, meg nem is adhatunk el. Az eladás az annyira nem probléma. Venni vettem volna még azért dolgokat. Hát jó van, figyeljetek, úgyis van egy csomó, nagyon sok dolgunk, úgyhogy azokat be kellene osztani. Nyíljál ki! Ne. Egyébként ez mindenképpen szeretne... szeretné azt, amit én meg nem. Jó, nem is tudtam, hogy az utolsó csirkehóban nincsen elemózsia. Ti tudtátok? Biztos tudtátok, hogy már írtátok is volna, csak a képer az nem figyelmi. Oké, okay. Figyeljetek, egyszerűbb lenne, hogy lehet, hogy úgyis erre kell orientálódnom ezzel a géppel is, akkor már hozzuk el. Mondjuk a 100%-on van, a izével meg a klosszal meg az a leggyorsabb, azzal meg leoratjuk ezeket a kis csimaszokat, amik itt maradnak. Jó, gyerekek, ez a izei kép, halljátok, lehetne ilyen izei képet csinálni. Én nem olyan lágy vagyok, ez mindig eszembe jut. Küldtétek többen is egyébként ezt a képet. Lol, ez nagyon vicces. Ez pont, mint az a gép, nem? Ugyanaz, ifa meg kettő ilyen izé, combine. Ez jó, ez tetszik. Oké, okay, átmegyünk a másik domba. Úristen, melyik domb, melyik a... És ugyanabban beszálltam? Nem. Jó. Oké. Okay. Átmegyünk a másik domba. Egyébként... Elég érdekes lesz ez az egész felállás, mert ugye az úgy fog működni, hogy gyakorlatilag itt az állattartáshoz lévő árukat kell megtermelni, szóval itt lesz egy géppark. És itt kell hagyni minimum egy barónagy kombányt, vagy kettőt. A barónagy az a barónagyot jelenti, az a nagyon-nagyon barónagyot. Meg kell itt hagyni kettő géped, vagy legalább barónagy vetőkkel. Ezt ugye mindenképpen meg kell csinálni. És... Sanyika, mit rohangálsz te meg? Ugye mindenbe beszállok, csak abban nem, amiben akarok, na mindegy. Ugye, hogyha máshova le fogunk telepedni, akkor ott is létre kell hoznunk egy telepet. Egy ilyen nagy volumenű projektnél mindenképpen ezt meg kell csinálni. Szóval, ja. Jó, oké. Okay. Oké, okay, beöntjük a tyúkoknak. Várjál, az utolsóban vagy utolsóban? De várjál, hát... Most, hogy nincsen kajájuk. De nem lehet, hogy nincs kajájuk. De, lehet, hogy nincs kajájuk. Az utolsónak nem vittem kaját. Hát esküszöm, úgy emlékszem, hogy vittem. Vagy nem vittem. Igen, úgyhogy itt több telepet fogunk létrehozni valószínűleg. Jó, akkor ezzel még megyünk, rohanunk, mint az őrült. Ja, mert az izében nem lehetett ugye a... Nem lehetett üríteni a... Miből? A 60 ezer literesből. A 60 ezer literes úgy lenne tökéletes, hogy átrakókocsi lenne. Egyébként ugye vannak ilyen modalatlan hatalmas átrakókocsik is. Szóval azok... Hadd nézzem már meg, várjatok, jó? Egy pillanat megnézi a Keeper azokat az átrakókocsikat. Az érdekelne engem egyébként. Ez hol vagy, hol vagy? Műtrágya, ültetőgép... Hát ezt nem nagyon szoktam keresgetni, úgyhogy baj, átöltőkocsi. Nem átrakó, ugye vagy? Itt van, 70 ezer literes gyerekek. Ez egyébként egy ilyen, ez mi az? Egy ilyen saját hajtással rendelkező? Vagy csak szimplán... Sanyika, mit csinálsz te itt? Mit loptál el? Valamit elloptál, hallom. Valamit, mintha ellopod volna Sándor. Ja, 400 luveris traktor kell neki, 46 ezer liter, aha, és ja, mert lehet emelni. Hát ez izébe 105 ezerbe kerül, gyerekek, nem is olyan sok. Sanyika, mit vittél el? Hm? Sanyi? Gyere ide! Gyere ide! Sanyika, gyere! A rossz sem, nem látok semmit. Várjátok, meg kell néznem, Sanyi valamit ellopott. Hát ez ilyen problémák, technikai gondok adottak. Sanyi, gyere ide! Mit loptál el? Ja, jó van, oké, semmi extra. Azt hittem, hogy valami játékkal játszik, basszus, nem tudtam, miben játszik. Na, úgyhogy ilyen átrakó kocsi, az nem lenne, az 70 ezer liter. Azt ki tudnám váltani például. A figyeljetek, átrakókocsi. És tudom, nagyon nagy alakadó az átrakókocsi dolga. Az átrakókocsit azt utána tudnám akasztani esetleg a... Igazán itt felmenni. A... Bányagépnek. Mert akkor egy bányagép, meg egy átrakókocsival itt ellennék. Mert igazából akkor meg tudnék mindent egy bányagéppel, meg egy átrakókocsival ezen a területen. Két géppel meg tudnék bármit oldani. Ugye?
A crossover meg ugye jönnék pótkocsiért, vagy ami éppen kell, úgyhogy az nem téma. De a bányagép, meg egy átrakó kocsi, hogy te tudnék lenni. Olyan túl sok gépet nem akarok, meg főleg ilyen kicsi gépeket, mert minek érted? Most ilyen nem tézem, mit fut korásszani? Ja, de mondjuk lehet, hogy kellene szalma befújáshoz, ugye valami? Uh-huh. Nem tudom egyébként tényleg ezek a morolt marhamennyészetek, ezek hogy működnek teljesen. Várjátok, most a ide klassz a végig kéne suhannam. Egyébként amikor beleülsz ebbe a Sanyik, ha mit te zörögél, légy szíves. Szeretnél valami érdekességet magának, azt hozzá az öreg. Na. Ezt itt lecsapjuk, nem is tudom hol maradt még el. Azt hiszem, hogy ott elől ugye. Viszont ez a gyorsan tudunk karatni, jó koszos már. Igen, fejlődünk komolyan. Hát egy kicsit visszaesésben ugye, mert most 5 darab tyúkolunk van. Meg kéne nézni, ezek tényleg valóban szaporodnak, vagy mit tudom én? 400, hát eddig még lószár se szaporodott. Mi 300 csirkét vettem csak itt? Miért 300-at vettem? Hülye voltam? Miért 300 van? Na jó, mindegy, csak 300-at vettem. De nem tudom, hogy miért. Miért gondoltam, hogy a 300 elég? Na mi a szar? Na 400-at vettem. Na mindegy, jó van. Annyi baj legyen. Egyébként ha a helikoptert, hogyha eladnám, akkor ide másik oldalra is raknék ám bunkersilót, abba gondolkodok. És akkor így fölváltva tudnám csinálni, hogy az egyiket szépen megrakod, lefeled, idejé másik oldalt. Sanyika, jó van, vidd innen ezeket a játékodat. Milyen műanyag játékod, itt szórakozik mindig. Ferike mondta múltkor, hogy ide elviszi a sót, a Sanyika egyébként mindig itt izé csinálja a fejét. Ellopja a sót. Na, oké, ezt itt szépen végig küldjük, azt meggondoljuk egyébként, valószínű, hogy el fogom adni azt a időt. Valószínű, hogy eladjuk a helikoptert, rettenetesen frusztráló, egyébként nem is tudom, mert más is írta, hogy Jézus Isten, ez rossz volt nézni, ami ott történik. Egyébként valaki írta, hogy jó lesz, az csak meg kell tanulni, meg minden, nekem nem annyira jön be, valahogy nem illik nekem, valahogy nem jó, nem tetszik. Sanyika, ne zörögjél, komolyan. Valahogy nem az igazi, nem érzem azt, hogy a késztetést, hogy én azt akarok játszani. Sanyika, elveszem ezt a szart, elveszem tőle ezt a műanyag játékot, mert itt nagyon borgalmasan rá van tükve. Jó, megszűnt Sanyika létezni. Szuper. Ja, jó nagy az a terület, egyébként nem kicsi az a terület. Egyáltalán nem bánom, hogy az állattartást oda raktam, már szerintem ti is azért látjátok, hogy mi fog ebből kisülni. Viszont Shilohoz nem ártana. Viszont itt ez a Shiloh, ennek meg sok értelme nincsen. Jó, de egyébként megtartam, mert a földről lehozni nagyon gyorsan jó a dolgokat. Ezzel meg ide beállok, és akkor kinyitom a csövet, aztán közben meg majd jövünk a izébe. Jövünk valamivel kiürítjük. Így. Azért kell egy kicsit rendszereznem a dolgokat. Jól van, úgy látom, hogy minden oké. Okay. És az elsőben miért csak ennyi van? És az volt az utolsó. Na közben megírt valaki. Nem tudom, hogy ez miért így van. De viszont kellene hoznom az ifát, azt kellene valamit működni vele. Hol az ifa? Ez az ifa. Ja, egy bányagép, meg egy átrakó kocsival itt el tudnék mindent végezni. Természetesen egy pót az kellene, hogy mindig a tojást elvinni, de egyébként nagyon nem kellene túl csicsázni ezt az egész helyzetet. Mert most figyeljetek, ha a tyúkoknak az átrakókocsikot be tudnám engedni, sőt, ha akarom, a bányagéppel be tudom önteni, ugye? A marháknak a bányagéppel valószínűleg ki tudnék mit csinálni? Kiszedni a ganét. Szerintem ez nem lenne rossz. A kaját be tudom nekik vinni, ha befér, nem tudom, hogy mekkora az. Tehát most nem is a bányagéppel, de hogyha
Egy ilyen kerekes rakodóval, akkor azzal is érted. És egy monitú az kicsi lenne szerintem oda. Viszont egy monitú az ilyen jó pörgőssel el tudnék vele. Lehet, hogy monitú lesz egyelőre, aztán utána majd változni fog. Jó van gyerekek, nincs is semmi baj, minden oké. Egyébként, tök jól működünk. Ezt is árviszem oda, ebben ugye elvileg nem maradt, de maradt. Van benne egy kis búza. Az a lényeg, az összes búzát oda teleportálom. Egyébként valószínű, hogy extrém volt, jó hozamot tudok váltó. Úgy, Arpent vagy. Egyébként ez az ifa, ez egy állat. Ezt imádom. Szeretem ezt az ifát. Itt lesz a géptelep, ott meg lesz az állattartás. És az állattartás... Igen, itt lesz a géptelep, ott az állattartás. Bár lehet, hogy a géptelep egyébként jobb lenne ott, de meg vagyok győzve, hogy akkor itt legyen az... Az csak állattartás. Itt a géptelep. Hát is viszem. Még 12 000-et beöntözöm a kettő utolsóba, azt hiszem, hogy abba belefér. És akkor van még 60 000-ünk eltárolva. Ami ugye ben van a pótba. Tök jó, szerintem itt jó adom. Nem tudom miért nem az úton megyek egyébként. Satúfék. Úgy. Úgy. Ja, az egyre jobban zavar az a helikopter, úgyhogy az lehet, hogy megy a háztól mindjárt gyerekek. Azt összeszedem a szalmát, hogy valamit kezdünk magunkkal, hogy azért haladjunk. Várjatok, itt még kisenyitott, nagyon ki van nyitva az ajtó. Beletöltjük ebbe, meg a másikba. Aztán igazából, látjátok, hogy mennyivel jobb, hogy a tyúkolók azok nem össze-vissza vannak, hanem itt sorba? Tök jól tudod rendezni, tök minden, minden tök frankó. Ennek így kell lennie, ennek ez a nyitja. Meg ugye tök jó, hogy jó helyen van, nem kell állandóan a szemet hordani ilyen nagyon messzire. Amilyen szuper egyszerű az egész, szuper egyszerű. Van köztük rés, hogyha valamilyen be akarná oda menni, bár minek menné be. Jó szellősek vannak. Oké, gyerekek. A ifa az maradhat. Ifa az maradhat, az mondjuk ide berakjuk. Ugye kellett sírom mindenképp, hogy a... ki tudjam üríteni a 60 000-esből, de egyelőre még most nincs rá szükségünk. Ifa maradjon itt. Nézzük meg, hogy hogy állnak az állattartások. 20 000, 18 000, 15 000, 19 000, 14 000, jó. Az a lényeg, mindig egy ilyen 10 000 fölött szeretném tartani. Ezt viszont, hány megjelölésezünk? Igen, a legelsőbe raktam csak izét. Az van, miért? Vagy mi a megdöglöttek? Vagy miért csak 300 van? Esküszöm, nem értem komolyan. Hogy sikerült ezt összehoznom? Menjünk föl 400-ra. Mi volt ez, hogy 300? Mi, hogy kakas megölte őket, vagy mi történt? Komolyan mondom, ezt nem értem. 98-400. Oké, megvettük. Jó. Oké, srácok. Van 50 jelzett pénzünk. Ja, bárja, bolt és eladóhely nincs itt, de gondolom ez most itt megvettem, azt nem számít boltnak meg eladóhelynek. Remélem, hogy ebbe nem találtak kifogást. Össze kell szedni a szalmát. Mindenképp össze kell szedni a szalmát, előbb-utóbb. Egyébként azon agyaltam, hogy még egy szalma tároló jó lenne. Csak az a baj, hogy itt ugye innen fogjuk kioldani a szilást, onnan, oda. Azt nem tenne jó, hogyha útban lenne. Egyébként ez sem valami marha jó helyen van. Ugye ezeket a szalma tárolókat lehet, hogy át fogja a keeper csoportosítani valahogy. Azért hagytam itt egy ilyen nagy placot, hogy ide esetleg tudunk egy ilyen dolgot csinálni. Egyébként utálom, amikor két különböző oldalán van. Tök jó, hogyha mondjuk itt van, itt lenne volna. Egyébként ezeket az ajtókat is ki lehet nyitni. Alatt beszarás. És mi van itt? Hallod ide, mit lehet itt? Beoldom a gépeket? Ezt az ajtót is ki lehet. Beszarsz neki. Ide én gondolom be tudsz pakolni, mit több bálákat vagy, amit azt is oda, ott van a szalma. Tök jó. Egyébként tök kis hangulatos az egész, tök tetszik. Minden jó. Várjatok, átnézzük a dolgainkat.
Mindenképpen, és selejtezésig lesz. 2 kilovac marad, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nem annyira jó, de azért egyelőre marad, ő kell, ő kellenek, Eke az valószínű, hogy ugye marad, mert az jó, ő ketten nem a legjobbak, de hát ez van, ő is egyelőre még elég, egy ilyet egyébként még vehetnék, és akkor kettővel tudnék műtrágyázni, nem lenne egy utolsó szempont, hogy marad, ő marad, ő marad, ő marad, ő nem marad. De őt elvisszük, akkor a boltba valószínűleg többet kapunk érte. Hát egyébként őt nagyon eladnám. Majd írjátok meg, hogy őt eladhatom-e, mert igazából sok értelme nincsen. Akkor bunker siló, oké, siló, oké, szalmapadlás, oké, ebből van 3 darab, ami itt a bejáratnál elvileg. Vagy 4, igen, meg ott a fal az maradhat. Egyébként félek, hogy a fal bagoltat, úgyhogy azt lehet, hogy azt a falat onnan eladom. Tudjátok, hol van ott a kerítésnél. Az a baj, beleraktam a kerítésnél, nem tudom, hogy nem elagoltat. Úgyhogy amilyen vannak ezek az ilyen eladási dolgok. Napernyő. Jó. Helikoptert elviszem. Eladni. Nem kell. Nem tényleg hülyeség volt. Igazatok van. Most meg egy csomó ideig tart ráadásra leírni. Alakul a telep. Higgyétek el, ez jó lesz. Mindig így próbálom bizonygatni, nem is tudom magamnak-e vagy nektek, de nem magamnak, mert igazából én tök érzem. Én tök élem meg, tök érzem, tök tudom, hogy mit akarok, szóval. Helikopter meg megy a levesbe, 49 liter gyomírtóval. Egyszerűen olyan frusztráló irányítani, esküszöm, nagyon zavaró irányítani. És ez a legnagyobb bajom vele, hogyha az irányítás, ami vagy pedig én vagyok béna, vagy nem tudom, de olyan, úgy megy, az a őrület. Szörnyű, nem szeretem. Nem szeretem, emiatt leves kategória. Talán jó benne van. 39 ezer eladás, Isten áldja. Jó, oké. Neki kéne állni valamit dolgozni, gyerekek, mert ebben így nem fogunk ebből meggazdagodni soha. Meg ugye indokolatlanul nincs időpörgetés, ezt ugye mindenki vágja, aki nézi a sorozatot szerintem. Indokolatlanul időpörgetés nem eszközölhet a keeper. Megyünk az elejére, lehúzzuk keresztbe, hosszába csináljuk, mint az őrültek. Aztán ugye sajnos még vetni nem tudunk addig, amíg össze nem szedtük az összeset. Viszont most szénapadlásra vagyok, szóval. A szénapadlás lehet, hogy reformációra van szükség szénapadlás ügyileg. Úgyhogy abból még lehet, hogy valami ki fog sülni. Hogy az lehet, hogy nem ott lesz. De egyelőre legyen ott. Valószínűleg el fogunk férni, ha nem akkor maximum. Ja, de tudok hordani ízeibe is, gyerekek. Tudok hordani a keverőbe is. A keverőbe is berakhatom, mert ugye azt mindenképpen fogom használni majd. Ugye a teljes takarmány keverőbe. Hát, a csóri TS telep, minek nekünk, gyerekek? Hát építünk mi jobbat. Nem kell nekünk csóri TS telep. Olyan TS telepet húzunk föl. A világ nem látott ilyet, apám. Gyerekek, és tudjátok mi a durva? Én mindig az jut eszembe, hogy izéből csináljuk ezt. Honnan indultunk? Ez a durva. És honnan indultunk? Hogy izé, kézzel krumplizedés, lapáttal fűrakás. Ez a durva. Annak a földnek a felé, odanél, amelyik ott ugye be van érve. Annak a földnek a felén kezdtük a gazdaságunkat. Úristen, ez szerintem nekem annyira hihetetlen. Na, ezt nem hagyottam ott, bocsánat. Nem láttak a csámat? Na, arra iramodjál meg fele. Aztán szedjük a szalmát, összekozárni gyerekeket. És ezt nem tudom rábízni másra. Közben akkor nem tudom, valamit... Ilyenkor lenne a story time, csak most nem tudom, hogy mi nem jut eszembe semmi. Meg pörgök mindent rágyaszorról, aztán ilyenkor az agyam nem tud lelassulni ez a folyamathoz. Na, de mondjuk a muszáj lesz. Ja. Júlja, ja. Ja.
Uy, LOL. Imádom. Alakul a kis telepünk, az a baj, hogy nem látszanak az ólak. Rá kell nagyítanom. Olyan messze van, ugye a lott távolság miatt. Csak a plac látszik. Olyan, ugye olyan rohadt messze van, ugye amit ugye felépítesz, az egy idő után nem látszik, vagy egy bizonyos távolságban. Ja, azért húztam itt, mert akkor visszafordulunk másik soron, aztán jó lesz számoz nekünk. Nincs hozzáférésem, tudom, tudom. Nem is tudom, miért ezzel húzom, remélem, hogy nem túl lassú. Nem tudom, mennyi a maxernek, várjál, elindítom, aztán megnézem, hogy mennyivel tudja ezt húzni. 15, mert akkor igazából mindegy, hogy mivel húzom, nem? Nézzük egy P-t, meg egy Bálázott, az hol van? Bálázott Technology, vagy hol van az? Nem, az, ez hol van? Ja, ez ilyen... minek nevezik azt, az a kocsi? Milyen kocsi? Kocsi, hol vagy? Az Isten, nem találom, rakodó kocsi. 20 km per óra ezt lehetne húzni, nem vágom. Lehet, hogy le van amortizálódva, mindjárt megállok, azt tudom esetleg. Jó, mondjuk lehet, hogy izőre kéne húzni, a piros kirovetszel, nem? Meg a másik is ugye meg van tuningolva, de a piros is. Lehet a piros kirovetsz, meg megjavítjuk azt, akkor gyorsabban húzzuk-e. Szeretném összeszedni egyébként a szalmát ebben a részben mindenképpen. Az következő részben egy ilyen extrém gyors vetős forgót valahogy kitalálok, hogy hogy lehetne maximalizálni a termelést, mármint úgy maximalizálni. Jó, ezt le is akasztom, azt akkor bevisszük. Ugye ez nincs rossz állapotban, szóval no problémo. Fut is ez meg minden, meg porzik utána a beton. Csak az a nagy probléma, hogy kevés az energy, mi? Piros kirovetsz? De hogy állsz? Milyen állapotban vagy? Úgy látom, hogy tökéletes állapotban vagy. Mindjárt megnézzük a kocsit is. Ugye ez az infopanelnek köszönhetően meg tudja nézni elvileg a keeper, de aha. Kondíció 28%, hát akkor körvájt javítani. Aztán mindjárt jobban állunk. Na, M. Javítás, ezt mindjárt 20-at húzzuk meg, főleg a kirovetszel, ugye. Így lerakhatjuk a föld szélére. Jó. Na, hát akkor ne tököljünk, basszus, ne a leggyengébb géppel. Hű, az-e. De kell szokni a kirovetsznek a menet tulajdonságait, mármint ilyen rohadt gyorsan indul, rohadt lassan fordul, úgyhogy vannak ilyen problémák. Megnézzük, most megjavított állapotban valóban húzza, 20-szal húzza. Húzzal, húzza el, mi? Aha, majd mindjárt jobb, nem? Mindjárt derűsebb a helyzet, figyeljetek, izé. Hány százalék? 20 meg a 15 közötti különbség? Ugye 50%-kal nőtt. Nem, 50%-kal. A 20-hoz képest ugye, 20-hoz képest 25%-kal csökken, a 15-ön megy. Azért nem rossz. Ugye így 23 sort húzol ugyanannyi idő, mint hogyha 15-tel 4-et. Úgyhogy ja, ez nem olyan rossz. Úgy kellene csinálni okosba, hogy amikor már ilyen 80%-on vagyunk, akkor orientálódni kellene abba az irányba, de közben szedni. De ugye ne középen szedjük össze, hanem akkor itt szépen elkezdjük szedni okosba a szélét. És akkor rövidebbeket kell majd mennünk. Na, mert a szénapadlásra az is, hát elég gyorsan meg fog tenni szerencsétlen szénapadlás. Szénaszalmapadlás, de... egyelőre nem akarok lerakni újat, mert nagyon gondolkozok rajta, hogy hova. Ja, igen, tudom, egyébként írtátok, hogy univerzális siló, és akkor az mennyibe megkönnyíti a dolgodat. De hát, jó, elég sok minden van, amit könnyíteni a dolgomat, de nem akarok ilyen extrém könnyített dolggal csinálni. Mert ha belegondoltok, nem valószínű, hogy a silóba beleborítják a szalmát, nem? Szalma-széna padlás az meg talán egy icipicivel reálisabb, hanem is olyan túl sokkal, de azért valamivel. Én erre gondoltam, hogy akkor eljövünk erre, és akkor már kicsit szerünk össze belőle. Aztán már is jó. Jó, vigyük. Viszont már tudom,
Na, muszáj lesz, meg akkor kijövünk, akkor elkezdem itt szedni, azt akkor nem lesz. Nem veszítjük időt nagyon. És ugye legtávolabbi részén szedtük, mert ugye lehúztam ott arra keresztbe. Ugye itt van egy ilyen képletes kerítés, vagy egy ilyen jelzésértékű kerítés azért, hogy tudjam, hogy hol van az a pont, ahol gyakorlatilag egységben van a kettő föld. Így egy tökéletes egységben van, nagyon jó. Mert igazából abból kezdtük el a húzni is ugye. Na. Akkor ürítünk egyet. Szépen, figyeljetek, azt kell csinálni, ürítek egyet, és kimegyek a főkapun, és akkor el tudom húzni. Nem kell visszajönnem, érted? Na. 250 ezer. Hányban benne? Hát kell többet csinálni. Mert lehet, hogy egyébként át kellene pakolnom oda a helikopter megállóhoz ezeket a szénapadlásokat sorba. Hogy tényleg azt csináljam, hogy rakjak be egy nagyobbat. És akkor nem kell vinkódni vele. Nem tudom. Hát mert most ma több mint feléig van, nem? Ugye elég érdekes, nem tudom hol. Megint nem akarom leborítani a szalmát valahol, mert megjövök. Ja, itt figyeljetek, itt kivegyek, és akkor jaj, pont nem tudsz bemenni ott. Ah, ott van a izé. Ott van a kerítés. Kerítés nem bontunk meg ilyeneket, tudom, hogy egyébként a móddal tudnék. Ugye van ez a hide object, hide map object, vagy nem is tudom milyen mód, de... Most annyira ne legyen szétturva az egész map. Igazából az abszolút nincs szétturva az egész map. Bármennyire is néha azt gondoljátok, vagyis említettétek is. Mert... gyakorlatilag a maphoz nem nyúltam, hanem csak azokat a funkciókat használom, amik benne vannak a farming szimulátorban, tehát ilyen építkezés, meg ilyesmi, ezek mindenféle mód nélkül ezt tudom használni, ezt a dolgot. Csirketelepek nagyon jók, még öt oda kerül, gyakorlatilag majdnem végigér. A legvégére, meg valószínűleg, hogy lehet, hogy fog kerülni még felhajtó, hogy... Mondjuk az is jó, nem tudom, még meggondolom. Meggondolom, hogy hol lehetne őt kivenni. Lehet, hogy a két ötös pakolat távolabb helyezni egymástól. És akkor... Köztük le lehetne menni, vagy valami. Jajjaj, hát érjünk el nagyon a tartól. Hát szalmámhoz lesz. Ja, beborítom a üzébe, beborítom a darálóba. Sajnos nem tudom, hogy hogy kell. Hogy mi fog történni. Várjátok a daráló! Meg kellene nézni, hogy az a daráló az nem-e mit tud kiadni. Mármint, hogy nem-e az van. És az nagyon érdekel, hogy nem-e az van, hogy ki tudod venni belőle a szalmát is, ha úgy van. Nem-e ilyen választható. Érted, hogy berakom a füvet, berakom a... nem füvet, hanem berakom a szalmát, berakom a szénát, berakom a szilást, és nem-e lehet kivenni belőle. Hogy nem-e egy betároló is. Mert ugye vannak egy ilyen nagy, hatalmas tárolók is ott. Előtte. Utána megjön a daráló része, ha megfigyeled. Úgyhogy lehet, hogy ki is tudod venni, hát ezt ki kell próbálnom, gyerekek, mindjárt kipróbálom. Nem tudom, az ifába tudok engedni, valószínűleg tudok engedni szalmát, meg is nézzük, hogy abba bele tudom-e visszaengedni. Ja, ez most nagyon érdekel. Lehet, hogy ugye tudod izének is használni, ezek a háromnak a silójának. Az jó lenne. De várjál, hogyha tudnád használni a silójának, akkor ugye itt lenne, nem? Az itt is van. 750 ezer. Akkor a izét az tud 500 ezeret tárolni. Ó, gyerekek, akkor nem csak kevertetni tudsz vele, hanem 500 ezeret tárol. Azt a betyáró úristen, hallod? Mert ugye nekünk nincsen más szénatárolónk, tehát akkor nem lenne az a plusz. Most esett le. Gondolom lehet, hogy ti már észrevettétek, én nekem most esett le, hogy... Gyakorlatilag akkor az egy 500 ezer tároló széna. Várjál, nézzük meg, hogy a széna, a szalma. Meg. A szilásnak melyik a jele? Ez. 500 ezer, tessék. Ott van. Tudtál, az egy tároló is. Most esett le. Hát, amúgy rohadt drága is volt. Nem is tudom, valami 100 akárhány ezer. Meg még ráadásul, hát ott vannak a nagy tárolói. Hát milyen voltál képen? Akkor abba bele is tudod rakni. Akkor 750, akkor be tudod pakolni, és akkor akarod, akkor ki tudod venni, de ha akarod, akkor ki tudod venni, mint teljes értékű takarmány. Érted? Hogy te azt veszed ki belőle, amit éppen akarsz. Hoppá, hoppá.
Ez jó. És itt gondolom, hogy az elején kell beadolni neki. Na, mindjárt kiderül. Mondjuk elég szarul fogok ezzel odaférni. Hát, ja. Na mindegy, megpróbálunk bele. Na, erre kíváncsi vagyok. Na, megint rájöttünk valami érdekes dologra. Ja, furcsa is volt, előtte vannak azok a beszmált tartályok. Meg igazából honnan tudnád, hogy mennyi van benne, érted? És beleöntözöm, azt Isten áldjon, vagy mi van? Hát úgy tudod meg, hogy mennyi van benne valamiből, hogy ugye izének számít. Silónak is. És ez nem hülyeség, mert ott van előtte, fizikailag látható van. Jó. Hát ez szükség is lesz rá, mert ezt beöntözöm oda. Mindjárt kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog zajlani. Nem tudom, melyik a szalma. Azt hiszem, hogy a jobb oldali. Megyünk is, aztán beöntjük. Beöntjük. Remélem most már így látható, hogy logisztikai szempontból mennyire király ez a hely. Hogy gyakorlatilag így beöntöd ide. És értetek, akárhol is tarolnám, ott is nem tetszik nekem az a TS-telep. Tetszik, szép, igen, nagyon jól megcsináltak. Na itt a szalma a legutolsó. Csak akkor át kell fordítanom mindjárt az ürítést. Van, ilyen, megnézzük. Az U-val fordított át, ugye? Jól emlékszem. Igen, balra billentünk. Megnézzük, hogy most akkor ez így be tudom egyedből illenteni. Aha, nézd oda. Oda nézi testvérem az úrba. Mi? Gyakorlatilag bevillented az izébe, ebbe. És akkor oda, ott már pörög is föl. Ugye? 750 ezer. Igen, azért. Akkor bele tudod rakni, és ki is tudod venni belőle ott azon a nyíláson. Tök jó. Ez egy jó. Mert ugye igazából a keverés az itt zajlik, tehát úgy van, hogy ebből a silókból belekerül oda, és ott keveri. Csak hát jó, tudom, ott már úgy látszik, mintha van benne, vagy lenne benne, de hát az amiatt van, mivel ugye valahogy ki kell néznie. Jó. Mert igazából ez van ilyen kezelőszerv, de szerintem az ilyen statikus, nem nagyon mutatja, hogy ilyen. Nem. Ez ilyen. Nem. Tudom, hogy vannak olyan... Nyomok egy F1-et, nem írja valamit. Érdekes, hogy az objecteket el is tudod adni. A H-val. Ja, mert he, igen, mert az ugye a hide objectem úgy működik, ami nekem van, hogy nem fölveszi, hanem el tud adni. Jó. Tök jó. Ez például egy jó funkció, ennek örülök. Visszamegyek ugyanoda, aztán onnan folytatjuk. Látjátok, baromi egyébként. Szerintem logisztikai szempontból ez egy nagyon jó cucc. Ez a állattartási mizéria itt. Meg hát most... Egyébként mindig Ferikét emlegetem, de ővel elég sokat szoktam beszélgetni így napközben. Ő mondta, hogy... Hogy is fogalmazta, most azon gondolkodok, hogy... Hogy mindenki ugyanúgy csinálja. És ezért vannak kiakadva rajt sokan, hogy te meg tök máshogy akarod csinálni. És ugye ez nem nagyon fér bele az embereknek, a nézőknek, így a... komfortzónából így kilépnek, hogy úristen, mi történt? Bazza, csinál ez a hülye egy hatalmas nagy telepet. De miért? Mindenki a TS telepet gondolkozik. Mindenki abba gondolkozik. Ugyanúgy csinálja. Mindenkinek ugyanúgy vannak a dolgai. Miért kell... Miért máshogy csinálja? Úristen, így meglepő szerintem. Vagyis legalábbis ő mondta, hogy ennyit mondott, hogy azért akadnak ki az emberek, mert máshogy csinálod, mert mindenki már ugyanúgy csinálja, de te meg nem úgy, és ezért akadnak ki, és lehet, hogy emiatt egyébként tényleg ilyen meglepő, hogy tényleg így van egy ilyen komfortzóna így a farming szimulátorban, amiben nem fér bele azt, hogy így építünk egy hatalmas nagy TS-telepet, de így, hogy a nulláról. Tehát úgy a nulláról, hogy a pusztába építesz egy telepet. Miért építesz, ha egyszer ott van? Azért építek, mert nekem ez így tetszik. Meg logisztikailag így be tudom osztani magamnak, hogy így legyen, így a jó. Nem tudom, gyerekek. De tényleg, segítsetek meg, még írjatok nyugodtan ötleteket. Ezt próbálom így beleépíteni az egészbe. De próbáljunk meg rugalmasan gondolkozni szerintem. Hogyha el akarunk kérni 1 milliárd eurót, úristen, akkor kell. Szükség van arra, hogy rugalmasan gondolkozzunk.
Tudom, hogy megint egy kicsit úgy gondoljátok, hogy visszavetettük a TS-t ezzel, vagyis visszavetettük a projektünket, de ne higgyétek azt, mert baromi jól haladunk. Én úgy érzem, hogy jól haladunk. Én úgy érzem. Úgy érzem, áldozatokat kell hozni a cél érdekébe. Ez sajnos így van. Minden esetben mi meghoztunk egy hatalmas nagy áldozatot. Gyakorlatilag a legnagyobb földünket feláldoztuk. Feláldoztunk, vagy 200 ezeret azért, hogy ezt megcsináljuk, ilyen ezt a telepet. Feláldoztuk a régi telepünket a csirkeólakkal, ugye ott is hatalmasat buktunk, iszonyat nagyot buktunk. De viszont meg kellett hozni azt az áldozatot is, mert nem ott azzal a kicsi kis traktorral, ugye a fentel akartam pörögni ott az egy méteres szűk helyeken, meg kézzel kioldani a raklapot, meg ott szenvedni, értitek, nem tudsz elfordulni normálisan, hanem tovább kellett lépnünk, tovább kellett fejleszteni ezt az egészet. Mert különben nem jutunk egyről a kettőre. Akkor ott értitek, hogy 30 rész múlva is ott pörögnénk azon a telepen. De lehet, hogy 30 rész múlva itt már egy olyan állattartás fog létrejönni, amelyik extrém durván sikerül működtetni, hozza a pénzt, jól fog működni, kellemes lesz használni, nagyon jó lesz használni, nagyon kényelmes lesz hordani a tojást, a kaját nekik, minden tök jó lesz. Egyébként még azon is gondolkozok, hogy ha maradt hely, a másik végében is kellene leraknom bunkersilót, meg keverőt, meg mindent. És akkor igazából nem kellene átautóznom egyik helyről a másikra, hanem az egyik felén innen érném el, a másik felét onnan érném el, és duplikálnánk a gépeket is. Kettő darab kerekes rakodó, kettő darab rakodó kocsi, értitek, hogy azt is lehet, hogy meg lehetne csinálni. Ezeket az Hurrikán jó lett volna, hogyha ezt összeszedi meg, na mindegy. Igazából ennek ki kell fornia, hogy mi esik kézről, tudjátok. Hiába tervezem meg valamit, hogyha nem működik jól. Ez olyan, mint nem tudom, mint autóiparban is például lehet, hogy tök jól kitalálja valaki egy designer, hogy fog kinézni egy koncept kárnak, ugye egy hogy nevezik azt, ilyen koncepció autó, nem? Hanem ilyen, tudjátok, ilyen prototípus, ami ilyen kinézetre ad, tök jól néz ki meg minden, általában nem úgy marad. Mert igazából nem. A mérnökök így utána így szólnak a designernek, hogy úristen, hát ez nem jó. Nem jó, nincsenek ott a kezelőszervek, nem látod ezt rajt, nem látod azt rajt, nem jól működik. És rászólnak ugye a mérnökök a dizájnerre, vagy nem rászólnak, hanem felülbírálják, mert egyszerűen nem működne. És igen, és emiatt ugye itt is hiába találom ki, hogy ilyen dizájnos olyan, így lenne jó, úgy lenne jó, egyszer például nem jól működnek a dolgok, akkor cseszheted. Igen. Lehet, hogy például most kitalálom, hogy mik kellenek a marhatartáshoz, azt lehet, hogy tök szar lesz itt. Vagy mit tudom, itt is lehet, hogy tök szar lesz forgulódni. Egyébként ezzel nem vagyok kibékülve az a szénapadlással, azt lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy ezt kidobom a francba onnan, aztán oda valami más, vagy azt ott szabadon hagyom. És a másik oldalra meg mennek szénapadlások. Ez itt még egy kicsit ez módosulni fog itt, úgy látom ez a dolog. Viszont egy nagy silló, vagy egy silló bővítés, ez nem ártana nekem. Mivel a következő aratást már nem fogom tudni hova rakni. Bár igazából ennyi erővel akkor lehetne azt csinálnom, most tudom, agyallók. Hogy minden második, nem, egyébként az lenne jó, hogy rengeteg izét be tudnék tárolni. Ha rengeteg búzát be tudnék tárolni, és megnyomnánk egy 2-3 aratásig, és akkor nem kellene az, hogy kapkodok, érted, hogy hoppá, elfogyott a búza. Ugye? Ez például szerintem lehet, hogy az kellene. Úgyhogy lehet, hogy még egy aratásnyi búza, és esetleg akkor siló bővítés, hogy legyen bőven a tyúkoknak kaja. Mert ugye 10 darab tyúkol azért ott eléggé, mint a sáskák, úgy fogja, úgy kell. Igen, mint a sáskák, azok úgy fogják enni az izait, a gabonát. Szóval lesznek itt azért problémák. Viszont ott most már megkezdődik a termelés. Ugye addig nem pörgetünk időt, ahogy beszéltem. Ugye egyébként annyi szalma lejön erről a földről, hogy ez őrület. De viszont durva, hogy ugye nem jön be pénz most, mivel a tyúkokra helyeztük a hangsúlyt. Igen, egyelőre ugye megtartom azt a 90 ezeret, nem akarom elkölteni. Nem,
mondjuk úgy, hogy igazából olyan komoly dolgot most egyelőre nem tudok venni, hogyha esetleg szüksége van valamire, akkor tudjam megvenni. Tojásokból jön pénz, akkor folyamatosan növeljük a tyúkol létszámát, tyúkoloknak a létszámát. Meg fogjuk venni a következő körökbe a szemben lévő területet egyébként valószínűleg. Ott meg, amíg esetleg olyan munka van, hogy gépek dolgoznak, akkor ott nekiállok, és kukoricát fogok termeszteni. Azért, hogy a bunker silókat megrakjuk. Ugye azt hiszem, hogy a leginkább jövedelmező szilás forrás, az azt hiszem, hogy a kukorica, mondhatni, ugye? Azt tolja legjobban. Ugye gyakorlatilag beoltatsz oda mindent elrészteni. A füvet meg mit tudom én, akár még azt hiszem a gabonákat is. De ha jól tudom, a kukorica az éri meg legjobban, nem véletlenül ugye vannak a silózó járművek. Úgyhogy a kukorica termesztést szeretném azt erőltetni. Megnézzük mindjárt mennyibe kerülnek azok a fődek. Sőt, azt is csinálom, hogy ezt nyomok egy hármas gombot, kb. Belőjük az irányt. Oké, és itt meg is nézem azokat a földeket, ezek érdekelnek engem. A négyes föld, 37 ezer, az akkor összesen 100 ezer. Olyan 350 ezer az összes. Hát akkor figyelj, mindenképpen azt fogom csinálni, hogy megvesszük egyszer az összeset, mert kicsiben nem fogok nekiállni. Megvesszük egyszer az összeset, és akkor veszünk hozzá technológiát, silózót, technologit, és akkor azt fogjuk ott csinálni. Ezen meg a vetésforgóban megy a búza, meg esetleg más, mármint úgy, ami pénzt hoz. Bab meg búza, meg ilyesmi. Ott megy a kukorica, és utána, nem tudom, utána kicsit így előre vonunk a 41-es földet, de ott már mindenképpen úgy kellene megvenni, hogy az be van érve. A 41-es föld, ugye ez nem olyan túl sokám, 842 ezer, nem tűnik, no soknak tűnik, de nem sok. A 10 csirkeol után, szembe lévő föld, utána izéföld, nagyföld, közben kukorica, bunkersiló, nyérre rak, lefed, erjeszt, behord, csinál, utána marhaistálók, ugye a 41-es föld volt, ugye? A nagyföld, az már mindenképpen, ez egy egész más gazdaság lesz, a 41-es föld, az izé lesz. Az mindenképp pénztermelő föld lesz, ugye? Ezek a földek, amik itt vannak. 11, 10, 9, 4, 5, 6, 7 állattartás föld. A másik szekció az a részen meg pénztermelő földek lesznek. Úgyhogy ezek így fog felépülni az egész rendszer nekünk. Ja, meg is tellettünk. Ezt lehet, hogy beviszem, és lehet, hogy elbúcsúzom, mert meg itt horribilisan hosszú résszel sikerült ide megjönni. Vagy megnézem még, hogy akkor ki tudom engedni. Valószínűleg azon a csőn tudom kiengedni ugyanazt a dolgot. Lehet, hogy annyit csinálunk még, hogy átrakjuk abból a szénapadlásból azt a szalmát, és azt eladom. Nem tetszik, hogy ott van, nagyon nem jó ráfordulni. A keverő előtt ne legyen semmi, meg amikor majd a szilást hordom át onnan, ugye oda, akkor is sokkal egyszerűbb lesz, hogy nagyon hülye helyre raktam azt, ezt a dolgot, úgyhogy ezt el is adom. Kiveszem belőle az árut, és akkor eladjuk, és el is búcsúzom, annyi lesz itt a vége. Picit megint hosszabb részlet, remélem nem probléma. A vetésforgó után megint sok pénzük lesz, ugye, tojás, üzlet. Addig nem pörgetünk időt, mert nem indokolt, van mit dolgoznunk, nem vagyok rászorulva annyira a pénzre, hogy most én itt instant eladjam. Meg kéne nézni a ideiket, a silókat. 384, jó, akkor simán bele fog férni. Nem tudom, ebbe bele tudom engedni a szómát. Egyébként nem, elképzelhető, hogy nem. Lehet, hogy fordulok egyet, mert ez így nem fog ide férni. Az ajtókat egyébként jó lenne becsukni, mert itt őrület van. Ez lehet, hogy nem fog betevődni, mert az asszem akkor nyillott ki, amikor... Na mindegy, megpróbálok odaállni ezzel.
ez lehet, hogy nem fog ebbe menni. De. Jó, egyébként nagyon király. Átrakom oda és ezt eladom. Ez nekem nem kell. Jó. Nem tudom egyébként 500.000 szalmában mennyi szízé jön le. TTK. Ezután a teljes takarmánykeveréket TTK-azzuk, jó, de kelljen mindig kimondanom. Gyerekek, ez nagyon komoly. Ha az ifalma megnézem, akkor ebből elvileg ki tudom venni, ugye? Egyébként ez egy jó cucc. Ez egy jó cucc, gyerekek. Ebből még ennyi erővel sírónak is tudod használni, erre a három alkotóelemre. Mind van ilyen szalma. Széna, szilázs, abrak. Mi a szar az abrak? Mi az az abrak? Teljes takarmány keverik. Mi az az abrak? Az ilyen lovaknak cucc, vagy mi? Ezt onnan tudod megszerezni? Az abrak az nem izé, nem mi az zab, vagy valami ilyesmi, nem értem. Bocs, hogy nem értem, de tényleg nem értem. Meg belejárok ebben. Föl is csúszott az elej egy kicsit. Jaj, de nem bírom ki egyébként. Bocs, ezt át kell oldanom, el kell adnom. Nagyon idegesít. És tényleg itt megint nem az, hogy kenyérre kell a pénz, hanem nem jó helyen van. Semmivel nem tudok ide normálisan ráfordulni. Nagyon hülye helyre rakta a kífer azt. Ja, 500.000 be fog férni. Akkor le fogunk esni egy kicsit. Kapacitás ügyileg, de hát jó van, remélem bele fog férni, úristen. Gyerekek, mennyi szalmat egy Jézus Isten, hallod? Nem szokott ennyi lejönni a földről. Tényleg fontos, számított az, hogy narancssárgára meghagytuk a betakarítást. Mert baze, ennyi nem szokott lejönni, halljátok? Már leszettem róla 500.000-et. Hát figyeljetek, hármat, hallod, esküszöm, hármat szoktunk fordulni, ugye? Erről a földről. Hármat szoktunk fordulni. Ez meg nem jó helyen van még. Szerintem hármat szoktunk fordulni erről a földről. Most meg már mi van? Ide jó. Már ugye belegondolsz, hányat fordultál róla? Hallod? Már összeszedtünk 500.000 izét. Az meg 4 forduló. És még a fele rajd van. Vagy... Ma, körülbelül fele az. Itt valami nem stimmel, itt tényleg lehet, hogy meg kell várni, hogy teljesen beérjen. Akkor nagyobb a hozam. Én erre nem is gondoltam, én mindig egyből beérett, pum-pum, már mentünk neki mind a tót az anyjának. Aztán látjátok, hogy nem volt olyan hatalmas nagy ötlet. De az nem, én ezt nem is gondoltam volna. Na jó, ez ürítse, és akkor eladjuk ezt a szart, jó? Ne arra gondjatok. Garázs. Csillók. Hol van az? Nem itt volt? Itt kell lenni, itt te. Hajlott, 7000-be került. Úgyhogy tényleg nem azért, hogy ezért kellett kenyérre a pénz. De ez neki sok értelme nem volt. Jó. Oké, gyerekek, nagyon szépen köszi a figyelmet. Innen folytatjuk, hát ezt nem rakom be a többi kezébe, mert egyáltalán még sok... még sokat kell szedni. Baza, innen hallod? Így? Figyelj, most összeszedtük 406.000-et. Az azt jelenti, hogy több mint 4 forduló. Úgyhogy szalma is sokkal több jött le róla, mint szokott. Sokkal több. Körülbelül 2-szer annyi. Nagyon durva. Na, köszönöm szépen a figyelmet, tényleg. Ment és nehogy elfelejtsen a képer, mert az elfelejtem azt, akkor meg idején van itt. Már 2-szer is mentünk. Jaj, köszi a figyelmet, tényleg nagyon jó. Imádlak benneteket, hogy itt vagytok. De ez annyira hülyé hangzik, de tényleg nagyon-nagyon élem azt az egészet. Na, jók legyetek, sziasztok!